Szép estét kívánok! Kedves nézőink, folytatjuk Balsai István portré sorozatát a harmadik résszel, negyedik résszel. És a kezemben van egy kötet, amit ő hozott, Székesfehérvár bemutatkozik. Itt van a Városháza. És azért mutattam meg a Városházát, mert hogy 1994-ben eljött az a pillanat, hogy a Városháza, ha nem is veszített fajcsúros szerepéből, hiszen ha valaki az életének egy jelentős hányadát, egy nagyon fontos időszakot ott tölt, mint első számú vezető, akkor nyilvánvaló, hogy örökre kötődik a szeretett városához. De hát 94-ben történt egy smás, ugye nem indultál az önkormányzati választásokon, és az országos listáról képviselő lettél, továbbra is párton kívüliként, ezt azért tegyük hozzá, viszont nemzeti liberális és keresztény szociális gondolkodású ember révén Fidesz szimpatizásként kerültél a parlamentbe. Miért döntött így a rendkívül népszerű polgármester, hogy úgy tetszik, elég volt? Nem szoktam erről beszélni, néhányan hiányolták is, hogy miért nem mondtam el. Középiskolás koromban megvolt az a tulajdonságom, később ez továbbfejlődött, hogy tudtam magamat kívülről figyelni. A legjobb hely ehhez középiskolás koromban a Prohászka emlékműnek a teteje volt, onnan tudtam magam megfigyelni, ahogy iskolába, középiskolába mentem, József Attila gimnáziumba. Később képes voltam arra is, hogy kívül helyezzem magamat. És hát 94 az már nagyon izgalmas volt, mindig feltettem magamba 10 évenként, valamikor hamarabb is, hogy ezt terveztem-e én, mi végre vagyok a világon, kell-e ez nekem. Tényleg akkor jól mentek a dolgok látszólag kívülről, és a város is kezdett kilábalni abból a szomorú állapotából, legalábbis megtaláltuk a kifelé vezető utat, ami még ma is tart, hiszen a válság 2009-ben ismét visszalökte Fehérvárt. Édesapám beteg volt. A körülöttem lévő nagy embereknek, vagy olyanokra, akikre felnéztem, azoknak a túlzott munkaimádata, 10-12 óra munka mellett kevés ideje jutott a családra. És hát a mi családunk az egy nagy család, meg egy kisebb család. Többet kellett volna figyelni a gyerekeimre, a családra, és így tovább. Meg hát csábított az is, hogy talán meg lehet nagyban is csinálni országos szinten azokat a dolgokat, amit Fehérváron. De összejöttek a dolgok, és mint egy igazi egzisztencialista, aki Camus-től, Sartre-ig, Kafkától, Kierkegaardig olvastam, hirtelen rákaptam ezekre az egzisztencialista és amerikai elmeszélőkre, kisregényekre, az élet értelmének a keresése. Hát ez vezetett odáig, hogy azt mondtam, hogy az orvosnak is, meg a családnak is, hogy a sok stressz és a sok kiméletlen beavatkozás mellett ezt a területet választom. És hát Orbán Viktor is akkor biztatott, jó kapcsolatban voltunk, sokat beszélgettünk, és csábított az is, hogy az ő nagyon gyors helyzetfelismerése, bátorsága kialakíthat egy új korszakot, nem az én életemben, a Magyarország életében, és ennek részese lehetek. Ez azért volt fontos ez a kérdés itt most ebben a pillanatban, hogy igaz, hogy csak 1995-ben írták meg, de Székesfehérvár a ti munkátoknak köszönhetően került be a világ 10 legdinamikusabban fejlődő városa közé. Ez köszönhetően ugye az Antal Józsefi segítségnek, amelyet maximálisan kihasznált a város a vezetéseddel, tehát ipari parkok most nem soroljuk, hiszen ezen végigmentünk. Nem volt ez nagyon nehéz döntés, hiszen rutinos és hozzáértő vezetőként az azért nyilvánvaló volt, hogy nem egyszerű, úgymond idézőjelbe teszem, mezei országgyűlési képviselő leszel, hiszen nyakadba szakadt a környezetvédelem, az építőipar, az infrastruktúra változásai,
ott álltunk uniós csatlakozás előtt, ami megint csak fajsúlyos munkát igényelt tőled. Tehát, ha úgy tetszik, még több lett a munkád, mint a város élén. Hát ez még nem az Orbán kormány kezdete volt, hiszen ez 95, akkor én nagyon kicsi frakcióba mentem. Salamon Lászlónak volt később az az örök érvényű igazi mondás, hogy kis frakció, kis gond, nagy frakció, nagy gond. 20-an voltunk, és az a megtisztelés, megtiszteltetés volt, hogy Gyurica Bélával együtt, Eperjes Károly Szamócával, Urbán Lacival, meg még valakivel a 6. helytől a 10. voltunk a Fidesz országos listáján. De hát sok behatás ért, amiről nem szívesen beszélek. Volt egy olyan is, amikor a szegény Tóth László fiának és Izsó Lacinak a gyilkossága kapcsán engem, mint polgármestert is megtaláltam, egy őrült telefonáló, aki a fiamat, ha élve akarom látni, akkor ennyi meg ennyi pénzt adjak neki. Szerencsém volt, mert a megyei főkapitány úr azonnal intézkedett, elértük a fiamat, aki az egyetemi könyvtárban volt, de ez megrázott, tehát mint egy áramütés, így végigszaladt rajtam. És büszke voltam arra, hogy 9-12 főcsoporttal tudtam foglalkozni, a városrendezéstől a marinéri ügyeig, az ipari parkoktól másokig, de nem lett volna szabad ilyen mélységű. Ezt mondták akkor is, a jó akaróim azt mondták, hogy ez egy egyszemélyes show, a mások pedig azt mondták, hogy hát ezt nem lehet bírni, mert előbb-utóbb kimerül az ember. De élveztem ezt a sokrétű munkának a összhangba hozását. Így döntöttünk, és jól döntöttem, mert életben maradtam. Azt mondta akkori legfőbb ügyész, meg hát élni akartál, ugye Pista, hogy miért választottam ezt. Igen. Soha nem lehet tudni már azt, hogyha tovább folytatom, akkor még nem volt összeférhetetlenség. Később lett a Dembski-féle törvény előterjesztés kapcsán, és belevetette magamat a parlamenti munkába. Valóban a több bizottságnak a tagjaként, meg albizottságokba próbáltam magam hasznosítani. És hát a legnagyobb gondot nem is az én sorsomnak a további alakulása jelentette, hanem az, hogy itt tényleg kialakult egy jó csapat. Na most, hát soha nem szoktam visszafelé mutogatni, most se teszem, de kb. 200 embert tettek ki, rúgtak ki, juttattak börtönbe, vagy indult ellene eljárás, és ez nagyon fájdalmas volt. Nagyon fájdalmas volt. Ezt végignézni, gyakorlatilag összeálltak a kormánypárt és a Fidesz, és nem volt jó ezt nézni. De valóban a városnak az ügye kibontakozott, de abban a lokálpatrióta, a város történelmi értékeit, kultúráját bemutatni kívánó, ugyanakkor pedig a munkahelyteremtésnek egy újabb szakaszára tudott ráállni a város, amikor már a kis és közepes vállalkozások is fontosak lettek, hiszen az első szakaszban, a költségorientált szakaszban azt figyelte a befektető, a hazai vagy külföldi befektető, és ebbe Fehérvárnak szerencséje is volt, meg tudatosan erre is törekedő, több lábon álljunk, nem úgy, mint Győr, vagy nehogy Isten Kecskemét, hanem hogy a kis és közepes vállalkozások, egy Karsai, egy Jülich Ádám, és most belementem olyanokba, amelyek nem kellett volna mondani. Mindegy, sok, de akik helyét, most a plafonon vannak akik már. Akik kis kócerájból, elnézést kérem, fészerből kinőve magukat, hát ha nem is multinacionális, de közepes vagy nagy vállalkozással alakultak. Örömmel töltött az is el, hogy az Alcoa egy utat járva megtartotta szinte azt a létszámát, és példaértékű volt. Más típusú volt a Videoton átalakulása. Én ott voltam a mind a 20 évértékelőn, vagy 25-ön, bocsánat, 25-ön. Első alkalommal, téli kavárban fagyosan az emberek lesnő tekintettel néztek ránk, és hát nem ezt vártam. Ma viszont ismét 8000 embernek ad munkát, egy magyar nagyvállalkozás. Még akkor is, hogyha
sok kritika éri azt, hogy lehetne több a fizetés, lehetne korszerűbb a munkahely, de a Videoton állja a sarat. Ugyanakkor más multinacionális cégek hasonló típusban, hogy többet, mint más, nem mondjak, mint a Philips, vagy nagy amerikai elektromos alkatrészgyártók, azok már tönkrementek, vagy elvándoroltak, éppen visszafelé tartanak, mondjuk távol-keletről. Tehát rengeteg munkád volt. És rengeteg akkor egy kicsit ugorjunk, még kicsit pedig... összeszedtem magamat, már mint fizikailag is, és a dolgaimat rendeztem, és így mentünk bele 98-ban. Igen, ez volt a legendás időszak. 98-ban. Fejest a kellős közepébe, hiszen igen. Régen látott fölénnyel nyert a Fidesz, és én azt gondolom, illetve várt fölénnyel, hirtelennyében, ha úgy tetszik, de ez érett. És 98-tól nagyon sok minden beköszöntött, és nemrégiben tettem önmagamnak egy összehasonlítást, megnéztem az 1988-ban mondott beszédedet. És összehasonlítottam a székesfehérvári történésekkel. 10 esztendő múltán elindult a város abba az irányba, amit te kitűztél célul 1988-ban. Hát még egyszer hangsúlyozom, egy nagyon jó csapat volt, és ma is az van, hiszen sok minden számít a vezető, meg a progresszivitás, a témaérzékenység, neveltetés. Azt is mondanám egy polgármester esetében, hogy az intelligencia, és az az intelligencia, ami körülveszi, ezek meghatározóak. De Fehérvárnak a lehetősége és a szerepe az adott. Azon nagyon nagy mértékben óvatosan lehet változtatni. Ilyen az egyetemi város válása, a innováció nagyobb mérték befogadására, alkalmassá tétel, a struktúraváltásban olyan termékeknek, olyan cégeknek a támogatása, akik a nagyobb hozzáadott értéket állítanak elő. Ezeket mind tudtuk akkor is, de különböző szakaszai vannak, Versenyben a világgal című Csikán Attila féle társadalomfejlesztési stratégiában részesei voltunk, és ebben a szakaszokat kijelöltük. És azt is tudtam, hogy egy mezőgazdasági hasonlatból, hogy akkor gazdálkodunk jól, hogyha a legelőtt a feladatok tömegét villanypásztorral behatároljuk. Tehát egy-egy adott ciklusban tudjuk, hogy melyik az a rész, amit le lehet legelni, a többit azt ott kell hagyni, hogy legyen a következő időszakban is, ne pedig összetaposni, vagy összepiszkítani az egész területet. És ezért nagyon jó iskola volt, hogy ki tudtuk jelölni a szakaszhatárokat Fehérvárra is, az országra is. És ebben volt nagyon jó a Orbán Viktor által vezetett kormányban is dolgozni, mert láttuk azokat a szakaszhatárokat. És tudtuk azt is, hogy az uniós csatlakozás előfeltételeiként támasztott dolgokban melyek azok, amiket magyar sajátosságként hozzá kell tenni, hozzá lehet tenni. Ez a vita még ma is tart, hiszen voltak regionalisták, voltak azok, akik nem a megye, nem a járásban látták a megoldást, én is sokáig közé tartoztam, és később azt a helyes irányt felvettük, a magyar kormány is, amely Európa számára is példaértékű lehet, hogy nem beolvadni egy nagy egyesült európai államok közébe, egy tartományként, vagy egy körzetként, hiszen látni azt, hogy a Német Szövetségi Köztársaságban Baden-Württemberg kiváló tartomány, mondjuk népességben és teljesítményben nagyobb talán, mint Magyarország, de hát nem játszik olyan szerepet. Soha nem lesz szárvidék belőle. Igen. Az sem biztos, de vagy Bajorország, ő egy tartomány, ő a szövetség, vagy mondhattam volna Burgenlandot is, vagy másikat is. Mi azt szeretnénk, hogyha Magyarország, sőt a Kárpát-medencei magyarság, a magyar nemzet képezne egy egységet, és azok a tradíciók, a nyelv, a kultúra, az megmaradhatna. Ugyanakkor európaiak is vagyunk, hiszen a mi időnkben alakult ki az, hogy ami a zsákba belefér, amit meg lehet szerezni jó célra, és ebben változások is voltak, hiszen az első időszakban megmondták, hogy mennyi piros fazekat kell 50 literest megvenni, mennyi olyat, amire semmi szükség nincs, ha azt
akarod, akkor kell, ha másra nem akarod, hogy megváltozott a helyzet, és ez a mi munkánknak is, Orbán Viktor munkájának is az eredménye, meg a gazdaságpolitikája is, hogy ma már mi mondjuk meg zömében, hogy mit szeretnénk, ez a nemzeti stratégia, ez a Széchenyi 20-20 most. Annak idején pedig az előcsatlakozási alapoknál is arra törekedtünk, hogy optimálisan kihasználjuk. Kormánytagként mennyire lehetett valaki lokálpatrióta? Hát mindig az jellemző a Fidesz-KDNP kormányra, hogy mindig vannak olyan tagjai a kormánynak, akik egy-egy adott területén felelősek, sőt, várható is tőle, hogy azt a körzetet fokozott figyelemmel kísérje, de egy egységes kormányzati politika szükséges, és az is szükséges, hogy még nagyobb mértékben a kelet-nyugati lejtő végén lévő keleti országrészeknek a felzárkóztatása beinduljon. És ilyen szempontból én nyugodtan mondhatom, hogy Székesfehérvár, sőt, arra is büszke vagyok, mert azt mondták a parlamentben, hogy a Balsai államtitkár lobbizta ki a Közép-Dunántúli régiót. Ebben van igazság, hiszen be akartak olvasztani bennünket Pest megyébe, Veszprémet, meg Komáromat, Győr, nyugat-magyarországi régióba, és hát mi ezt megakadályoztuk. Tehát a kelet-nyugati lejtőt egy kicsit kiegyenlítették. Már régen átmentek a Tiszán is a befektetők, a munkahelyteremtők, de még várat magára, hogy egy nemzeti minimum, tehát minden iskolában legyen olyan tisztálkodásra alkalmas hely, és minden körzetben, az orvosi rendelőben az a műszerezettség legyen meg, minden településre olyan bekötőút legyen, ami járható mindig. Tehát el kellene érnünk egy olyan nemzeti minimumot, régen ezt közszolgáltatási minimumnak is mondták, ami az egész Magyarország, sőt most már kibővített értelme a Kárpát-medencére igaz kell, hogy legyen, ettől még távol vagyunk, de nagyon határozottan lépegetünk abban az irányba, hogy ezek az infrastruktúra állapotok és a kulturális, a szociális, egészségügyi felkészültség az egész országra alkotmányos módon érvényes legyen. Ebben nagy szerepünk volt akkor, hogy olyan programokat és olyan, nem találok jobb szó, térszerkezetet alakítottunk ki, elkészítettük a területfejlesztési törvényt 96-ban, majd ezeket módosítottuk, elfogadtunk olyan országgyűlési határozatokat, ami a országos rendezési törvényt elfogadta. Tehát egyfajta műszaki szerkezetet adtunk az országnak, és egy olyan alapvonalat, amitől ha el is tértünk, tudtuk, hogy mi az, amit kell. És ezt tartom nagyon nagy értékének az első Orbán kormánynak, hogy a közigazgatásban megtette azokat a lépéseket, ami egy sima többséggel rendelkező kormány számára. Tehát ezek Európa léptékű változások voltak. És a felkészült arra, hogyha kétharmadot majd elér, ezt elérte a SDS-MSZP is egy időszakban, de ők saját magukra fordították ezt az időszakot, sőt erősítették a kétharmados törvények sokaságát, ami a kormányzás szinte lehetetlenné tette. De amikor eljött a kétharmados többségnek az ideje, akkor a Fidesz-KDNP készen állt arra, hogy akár az alaptörvényhez, hiszen ez egy 1949-es tanácsi alkotmányhoz hasonló, szovjet alkotmányhoz, annak a továbbfejlesztett változata, sok minden az alkotmánybíróság korábbi döntéseiből volt levezethető, és annak a módosításához, és nagyon fontosnak tartom, hogy kialakult egy olyan államigazgatás, a hatalom megosztásnak a szerkezete, amely a magyar köztársaságnak, hiszen az alkotmány ezt leírja az első fejezeti részeiben, úgyhogy aki ezt kifogásolja, az nem olvasta el ezt az alaptörvényt. Magyarán kialakult egy olyan szerkezet, amire aztán tovább lehet építkezni, és azt a több évszázados lemaradást, amiben Magyarország a 20. században és azt megelőzően került, azt elkezdjük lépésről lépésre dolgozni. Ha a parlamentről beszélünk, a parlamenti képviselői időszakodról, marad benned hiányérzet?
amikor 2006-ban leköszöntél? Hogyne. Van olyan, amit mindenképpen szerettél volna még megvalósítani, és legalábbis addig nem sikerült, aztán az utódokra maradt? Hogyne, hát ez egy befejezhetetlen dolog, és maga az egész társadalom, a politikai, gazdasági, társadalmi szerkezete a magyar nemzetnek egy élő valami. Ebben nem lehet soha eleget tenni, és az műveli jól, mint ahogy ezt a fehérvári miniszterelnök csinálja, aki kicsit előbbre lát, és kicsit ebbe az előbbre látásba bele tudja helyezni a magyar nemzet sorsát is. Én örömmel gondolok arra az időszakra vissza, amikor én ennek részese lehettem, és ha nem is a napi dolgokba, de a terület politikába bele tudtam szólni. Másrészt a megyei jogú városok elindult egy olyan úton, amit ma nagyon nagy mértékben Szita Károly, Cserpakovics András alelnökként kiteljesít, hogy meghatározó az önkormányzatokat érintő politikai kérdésekben, döntésekben, és rájött a kormány is, hogy ezek a kristályosodási pontok, kulturális, egészségügyi, társadalmi centrumok fejlesztésével a várostérség, aminek a közepén ott van egy megyei város, egy megyeszékhely város, egy nagy város Magyarország léptékkel, ez adja a magyar település szerkezetnek az igazi jövőjét. Nem egy nagy megavárost kell, több milliós esetleg, több tízmilliós nagyság, nem Magyarországról beszélek, hanem Kína, Egyesült Államok, és más országban ez a tendencia, hogy feltöltődnek és beláthatatlan zónákkal létrejövő megapoliszok jönnek létre, hanem a főváros, a megyei jogú városok külső és belső gyűrű, és a köréjük települő falvak, kisvárosok hálózata tehát az jelenti az igazi erőt. Az az agglomerációs övezet, ami most kialakult itt Székesfehérvár környékén is. Igen, 267 ezer emberről beszél polgármester úr, teljesen igaza van, ez kisebb, meg nagyobb is, mint a járás. A foglalkoztatottak tömege ennél nagyobb, hiszen megy a határ túlról is, nagyon sokan járnak ide dolgozni, és a kisugárzása is lényegesen nagyobb a városnak, mint a megye határ, de az igazi nagyságot az adja meg, hogyha képesek vagyunk nem a százezres fehérvári népességben gondolkodni, hanem akik szimbiózisban élnek egymással. Nem kell mindenhol színház, nem kell mindenhol ugyanaz a sportlétesítmény, nem kell mindenhol terület felhasználásban ugyanazokat az elemeket megvalósítani, csak hogy az iparűzési adóból származó bevétel ott csapódjon le, ebben még van tennivalónk, hanem egy igazi feladatmegosztáson alapuló szerkezet jöjjön létre. Ebben dolgozunk most is, és mondhatom, hogy jó úton járunk, de ez megint olyan, hogy mint a gyógyszer. Azt hiszük, hogy na most a gyógyszer kassa, meg a beszerezhető gyógyszerek szintjén elértük Nyugat-Európát. Újra kitalálnak egy olyan molekulát, ami ember életeket menthet meg, vagy megelőzhet betegséget, ahhoz megint föl kell nőni, a gazdaságnak olyan teljesítőképességnek kell lenni. Itt is az van, hogy egy folyamatos, fenntartható fejlődéshez kell, ez kicsit elcsépelté vált ez a gondolat, de hogyha arra térünk rá, hogy az unokáink számára is fenntartható jövőt alakítsunk ki, úgy már többen megértik, hogy mi az, amit dolgozunk. 2006-ot írunk, és a személyes sorsod is alakult azzal, hogy az országos politikát, tehát abba hagytad olyan szinten legalábbis, mint előtte annak. Igen, hát jönnek a fiatalok, jöttek a fiatalok, és 2006-ban azt mondták, akik ezt a országgyűlési, meg helyi választásokat értik, hogy a megyei önkormányzatnak a listáján induljak, azt vezessem, és olyan sikeresek voltunk, hogy a megyei önkormányzat nyert. Ehhez hozzájárult az is, hogy meg tudtuk védeni a Szent György kórházat. Ma, aki bírálja joggal, jog nélkül, elfelejti azt, hogy akkor
hajszálon múlott az, hogy nem privatizálták, és az épület falai maradtak volna meg. Azzal, hogy a megye szerepe átalakult időközben, azzal miként lehetett megbirkózni? Hiszen a csúcs szerepből már a város mellé. Ugyanakkor rendkívül fontos szerep hárult rá értelemszerűen, hiszen beszéltünk azokról a településekről, amelyek gazdaságilag mindenféle értelemben ugyanolyan fontosak maradtak. Hát itt szembe kerültem a régi önmagammal is, hiszen nagy szájjal, nagy öntudattal a Megyei Jogú Városok Szövetségének a képviseletével sokszor ütköztünk vagyoni típusú kérdésekben, vagy feladat és hatáskörben a megyei önkormányzattal, és jót nevetett Verebélyi professzor, amikor megtudta, hogy a megyei önkormányzatnál dolgozom, és ott körbe szaladta az előadott termet. A megyei önkormányzatra, mint középszintre szükség van, hiszen az önkormányzatok, mind a 3200 körüli, azok egyenrangúak, nincs hierarchia közöttük. Ugyanakkor rájöttünk arra is, hogy kell egy olyan középszint, amely nem pénzelosztó, mégis a tervezésben, a lebonyolításban segít a településeknek. Nem uralkodik, basáskodik a települések fölött, hiszen a települések fölött, az önkormányzatok fölött a törvényi szint áll. Annak a sokasága. És hát sajnos a előző szocialista kormányzat idejében rendkívüli módon nem csak az egyének, hanem az önkormányzatok is eladósodtak. Választani kellett, hogy ott hagyjuk nagy részét az uniós pályázati lehetőségeknek, több ezer milliárd forint, mondjuk 8000 milliárd forint, és plusz az önrész, ami nem volt, hiszen nem volt bevétele a megyéknek, a nagyobb településeknek is néhánynak volt saját bevétele, és körülbelül olyan 10-25% körül ki kell pótolni ezeket az Európai Uniós támogatásokat. Ez változó, hátrányos helyzetű térségekben ez kevesebb, máshol nagyobb. Közép-Magyarországon, Pest megye, Budapestnél pedig még több. Most ezekhez a svájci frank alapú hitelt, kötvény kibocsátással nem termelő beruházásokat céloztunk meg. Ma is mondom, hogy egyébként nem lenne Szent György kórház ezen a szinten, nem lenne egy országos jelentőségű megyei levéltár, és olyan intézmény, ami nem termel, ami nem hozza be ezt a ráfordított dolgot, ha akkor nem lépjük meg. De több milliárd forintnyi eladósodás azt követte, hogy ezzel csak akkor lehetett kezdeni valamit, hogyha az állam tabularázát csinál. És mivel kétharmada volt a Fidesz-KDNP-nek, meglépte azt, amit sokan, amire nem gondoltak volna, hogy visszavette az állami feladatokat. Azaz az önkormányzatoknak adott pénzt, ez volt a normatív állami támogatás, vagy ma is, hogy az állami feladatokban, oktatásügy, egészségügy, szociálpolitika, az önkormányzat közreműködésével lásson el feladatokat. Igen ám, de a szegényebb helyeken, kis településeken nem tudta kipótolni. És ott ellátásbeli szintkülönbség alakult ki. Tehát az államigazgatásban, egyáltalán magában az államháztartásban is, de a magyar társadalom és politika szerkezetében is óriási változás következett be, és hát nem áldozata lettem, hogy nekem új feladatot kapott, ez pedig a területpolitika, területfejlesztés, vidékfejlesztés, és tulajdonképpen lebonyolítása különböző a kis települések által nem végezhető fejlesztés. De ez egy olyan út, a megye útjáról kérdezem, ami párhuzamosan a városok fejlődésével is arányosan nő, viszont egyre több a munka, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy a kis települések továbbra is meglehetősen nehéz helyzetben vannak. Pályázati szempontból és így tovább. Munkaerő nagyon nehéz megtartani a fiatalokat a falvakban, nagyon nehéz az iskolát eltartani, egyre kevesebb olyan hely van, olyan iskola van,
ahol 8-osztályos rendszert minden gond nélkül, itt az egészen kis településekre gondolok. Tehát hogyan lehetett ezt a rendszert úgy felépíteni, hogy székesfehérvári központtal a megye igazán hatékonyan tudjon működni. Ehhez kellett egyik oldalon a rutin, nyilván kellett a kormányzati támogatások, amelyeket csak helyesen felhasználva lehetett ezt megvalósítani. Tehát ez így összefoglalva, ez egy rendkívül nehéz munka volt. Igen. Nagy léptékű változás, és még nem fejeződött be. A kormányhivatalok létrejöttével gyakorlatilag a hatósági és zömében az igazgatás szervezési feladatok is átkerültek a kormányhivatalokhoz. A szakigazgatási szervek sokasága olvad be, és ez lehetőséget adott arra is, hogy egy polgár közelibb, pláne járási hivatalok megerősödésével, és hatékonyabban dolgozó hivatalok jöjjenek létre. Mindenhol megvolt a vízügynél, a környezetvédelemnél, a közlekedésnél, az adóhatóság, a kincstárnál olyan közigazgatási osztályok, amelyek most együtt végzik el ezt a feladatot. Mindenhol megvolt olyan személyzet, amelyet most csoportosítva lehetett és hatékonyabban tudják ellátni. Az önkormányzatok pedig teljes feladat átalakuláson mentek át, hiszen jegyzőnek lehetett 3500 állami feladata. Hát ez borzasztó, áttekinthetetlen. Először kikerültek a specialisták, kevés ügye. Egy településen ritkán van gyámügy. Például. Ami feltételezi, hogy ott jogi végzettséggel, államigazgatási főiskolát végzettséggel nyúlnak ezekhez a kérdésekhez. De később másokat is csoportosítani, összevonni kellett, és hát ennek a kis települések is a kárát látták, de megmaradtak önálló önkormányzatisággal, maga az önkormányzati elv nem sérült, ugyanakkor a jegyzőségek, körjegyzőségek, sőt nagyobb egységek is létrejöttek. Én azt gondolom, hogy ez a jövő, nem pedig azon siránkozni, hogy a sokrétű feladatok közül most az önkormányzat mennyit veszítette el, mennyit adott át az államnak. Az állam visszavette azokat a feladatokat, amit mindig is ő látott el, hiszen egy egészségügy, egy szociálpolitika, az egyházakkal együttműködve nem képzelhető el máshogy, mint hogy az állam nagyobb odafigyeléssel. Ebben az új struktúrában, ami folyamatosan változik és fejlődik, jobbul, miként találta meg a helyét Balsai István? Hát közben elmentem nyugdíjba, tehát 2006-tól 10-ig aktívan dolgoztam alelnökként és a megyei testületben. Fejér megye ismét visszanyerte régi ragyogását, fölzárkóztunk Győr, Moson, Sopron, aztán Komárom előrelépett, majd 2009-ben egy irtózatos nagy pofont kaptunk, 14 százalék ponttal csökkent a GDP a megyében és Székesfehérváron. Ez hihetetlen nagy pofon volt, talán az elmúlt évben keveredtünk ki ebből, és ismét a 2008 előtti időszaknak a pozitív eredményeit érjük el. Ez óriási visszalépés volt. Elsősorban kormányzati helytelen gazdálkodás, felelőtlen hitelfelvétel és az államadósság mértékű növelése a költségvetéstől rengeteg eszközt vont el. Másrészt pedig a világ. Tehát olyan állapotban volt a magyar gazdaság, a magyar politika, társadalom, hogy ez a világválság, ez sokkal nagyobb mértékben sújtotta, hátravetette, mint mondjuk Lengyelországot vagy Szlovákiát. Ezért vannak ők most viszont a kedvezőbb helyzetben. Hát a sors kegyelme, meg a kapcsolatok, meg az ismertség révén, meg talán szerintem mondhatom, hogy néha a megszerzett tapasztalatok is közrejátszottak abba, hogy szakértőként dolgozhatom, és a kedvencem a megyei jogú városok és a megye összehangolásán dolgozom. Örömmel tölt el az, hogy a korábbi, még az én időszakomban is úgy emlegették, hogy Fehérvár gyűlöli Dunajvárost, Dunajváros pedig nem jó szemmel nézi Fehérvárt, ennek 15-20 éve vége. Együtt tudtunk kiharcolni egy Dunahidat,
együtt tudunk örülni a sikereknek, és Fehérvár és Dunajváros között már nincs az a régi rivalizálás, ami 30 évvel ezelőtt megvolt. Fehér megyében pedig az a kegyelmi állapot van, hogy a települések összetartanak. Szeretnénk, ha a Velencei tó környéki települések, nem csak a két város, hanem a tó környéki települések egységes tervezéssel, programozással, egységes szabályozással lépnének fel. Nagy mértékben dolgozunk, és ezt sikerült keresztülvinni, hogy ma már nem a felcsúti kisvasútról, vagy a arborétumról megy a diskurzus, vagy a csodálatos stadionról, hanem Pannonia szíve program, ami magába foglalja Etyektől a Váli völgyek, Martonvását, a Beethoven kultusszal együtt, sőt a Velencei tavat, és ennek egy egységes fejlesztése történik. Sikerült Csepakovics András polgármester úrral együtt megakadályozni azt, hogy Fehérvár egyfajta csapágyvárossal alakuljon. Ezt így írták le. A Budapestet körülbelül agglomeráció egyik gyűrű eleme, egy alvóváros, egy előváros. Nyilván ennek voltak pozitív elemei is, nem akarom dramatizálni, de ma már Fehérvárral, mint önálló gazdasági és a megye határon túli kisugárzású, az ország második, harmadik legnagyobb gazdasági potenciállal rendelkező, jelentős bevétellel bíró szellemi, logisztikai, ipari központtal is számolnak. És ez, még egyszer mondom, ez a várostérség lendítheti ezt előre, valamint az, hogy ide csábítani olyan műszaki, gazdasági, tudományos egyetemeket, amely ide vonza a többlet értéket hozzáadni képes mérnököt, kutatót, informatikust. Én nagyon nagy mértékben látom azt, hogy Fejér megye déli részén, és ezen is dolgoztunk Varga Gábor képviselő úrral, a déli elmaradottságot, amely nem csak Fejér megyére, hanem a három megye határ, különösen Tolna megye, Észak-Tolna és Dél-Fejér térségében több évtizedes. Nem akarok most itt a puszták népéről beszélni, a cselédsorsról, a nagyüzemi grófi meg gazdaság negatív hatásai beszélni, hiszen ez a múlt. Hanem az infrastruktúrában meg kell akadályozni, hogy a leszakadás mértéke növekedjen, ezt talán már elértük, hogy vasútvonalak, vicinális közutak alakuljanak ki, hogy itt legyen az utolsó szennyvíz a városokban, csatornahálózat, sőt, uszoda, sportcsarnok épül, Sárbogárdon, Enyingen. Tehát vissza kell adni az ott élő embereknek a hitét és a munkakedvét abban, hogy érdemes ott maradni. Nagyon nagy az elvándorlás. Tehát Fehér megye déli része. Több paktumot írtunk alá, és ma örvendetes jó hír az, hogy a Duna mente, a Dunajvárosi Egyetemmel az élén, Érd Százhalombattától Szekszárdig, a Közép-Duna vidéke kezd összeállni, én abban bízom, hogy Dunajváros központtal, nem csak a LIMESZ, a világörökség részévé váló LIMESZ bemutatása, hanem az ott megtalálható igen gazdag kulturális, természeti adottságoknak a bemutatása, kicsit a turizmus felhozatala, az egyoldalú nagyipar, túlnyomó, azt mondom, már kezd megbomlani, már nem a nagyipar, hanem a egyoldalúság. Ennek az oldása révén fel kell hoznunk a Duna vidékét. A jövő ugyanis az, azt látom, hogy ez a fajta támogatási rendszer véget ér. Azt is mondhatnám, hogy sajnos, de hát ezzel számolni kell, hogy Nyugat-Európa azt várja el tőlünk, hogy szolgai módon próbáljuk az ő döntéseiket elfogadni és beolvadni. Ha nem, akkor nem adják azt a pénzt. Viszont nagy feladatokra, a Duna, vagy a tízes élőhelyek fejlesztésére, vagy a klímaváltozás hatásának a kivédésére, és a Dunának, Duna, bocsánat, a Kárpát-medencének és főleg a Dunatisza közére nagy feladat hárul, hiszen egy 2,5-szeres hatással jelenik meg a negatívum. Félszáraz, esetleg
hívsivatagossá válhatna, ha nem figyelünk. Ezekre mindig lesz pénz. Ezekre kell, hogy pénz legyen. Erdőtelepítésbe el akarjuk érni, nem itt Fejér megyébe, mert itt kiváló termőadottságok vannak, szántóföldek, a 27%-ot. A vízvisszatartásban akarjuk érni, hogy nagyobb mértékben legyen, ötszörös nagyobb mértékben öntözhető terület Magyarországon. Tehát csomó olyan sor, olyan feladat van, amire fel fogunk készülni, és most ezen dolgozhatok én is. És lesz dolga még bőven. Nos, hát én még egyszer gratulálok a 70. születésnapodhoz. Gratulálok azért, mert hogy Fejér megye és Székesfehérvár díszpolgára jó kezekben van, úgy tűnik a mostani fejlesztési irányokban is. Egyik oldalról, másik oldalról pedig soha nem volt nagyobb szükség arra, hogy tiszta, kiművelt ember fősegítsen a megyének és Székesfehérvárnak, hogy tartsuk meg Székesfehérvár királyi városi jellegét, fejlődjünk gazdaságilag, sportban, kultúrában, és a megye is tartson lépést Győr-Sopronnal bármelyik megyében. És ebben én azt hiszem, hogy még lesz dolgod bőven. Esetre én minden Székesfehérvár és Fejér megyei nevében még egyszer gratulálok a születésnaphoz, és jó erőt, egészséget kívánok a következő esztendőkre. Köszönöm szépen. Azt szoktam mondani komolyan, hogy csak a balt érdem lett 70 éves, és szeretnék még sokáig dolgozni, hiszen ma már sajnos, hogy hál' Istennek képes vagyok arra, hogy egy kicsit a feladatoktól hátrébb lépve segítsem azokat, akik a döntést meghozzák abban, hogy más nézőpontból, nagyobb távolságból rálátva a feladatokra, megoldandó feladatokra, szeretném még ezt sokáig segíteni. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk továbbra is, maradjanak a Fejérvár Televízió nézői. Viszontlátásra, minden jót kívánok!